Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Calvin 5-ös számú épületben, beszélgető társunk Koncz Tibor, elnöklelkész, hiszen javában zajlanak a munkálatok. Milyen munkálatok folynak itt ebben az épületben? Alapvetően az előkészítő munkálatok, hiszen mindig is iskola volt ez az épület, de úgy gondoltuk, hogy most, amikor a birtokba vétel is megtörtént, mert tulajdonba vétel az korábban, akkor az iskola többi részeinek megfelelő színvonalat kellene biztosítsuk azoknak a gyerekeknek, azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekei az első két évben a Baróca 4-ben tanultak, úgyhogy ennek az előkészülete folyik erősen. Viszont van egy másik kérdés, amit szeretnék megkérdezni Öntől, hiszen láthattuk testületülésen is, hogy polgármester úr felolvasta a levelet, amelyben a Csokonai úti tagovodának a visszamondását kérte az egyház. Itt hallottunk néhány indokot, de kérem nézőinknek is mondja, hogy mi volt ennek az oka. Hát alapvetően az volt az oka, hogy a református egyházközség számára az iskolai rendszer kiépítése után az óvoda beillesztése ebbe a rendszerbe nem létkérdés. Kompromisszumkészek voltunk az önkormányzattal, és teljes együttműködéssel voltunk. Alapvetően a mostani jogszabályoknak az a fajta megváltozása és az a fajta kényszere, ami egy meglévő és működő óvodát, amint fenntartó váltás van, egy újnak minősít, és olyan elképesztő elvárásokat fogalmaz meg, ami biztosan oka van ennek, meg jogos, de egy 100 évesnél és idősebb épületnél, mint kitétel, a tornaszobától kezdve a vizes blokkok átalakításáig, mi azt gondoltuk, hogy ez nekünk nem éri meg. Tehát semmi más indok nincs, ez egy, hogy azon rövid idő alatt, amely az átvételtől egészen a beindulásig és a szakhatóságok engedélyeinek a megszerzéseig terjed, azt az időszakot olyan jellegű átalakítást igénylő elvárásokat, amiket kaptunk, mi ezt nem tudjuk teljesíteni. Tehát akkor a pénzösszegekről lett volna szó, ugye eleve megvásároltuk volna az óvodát, és ezután a megállapodást követően, hogy mennyit fizetnénk érte, merültek föl olyan tételek, amelyek több 10 milliós nagyságrend, tehát el tudja azt mindenki képzelni, hogy amit annak idején nem óvodának építettek, és egy mostani óvodának a felszereltségét igénylik, az micsoda plusz kiadás. És úgy gondoltuk, hogy erre így ebben a formában az egyházközségnek se olyan nagyon oka, se nagyon anyagi háttere nincs, és itt tartottuk sokkal korrektebbnek, hogy ezt akkor nem viszük tovább. És esetleg a későbbiekben tervezik-e, hogy éppen ebből, amit elmondott, hogy lehet, hogy egyszerűbb, olcsóbb egy új óvodát megépíteni? Igen, azt mindenki el tudja képzelni, hogy mondok erre egy példát, nem messze tőlünk egy másik városban egy egyházközség saját maga indult el egy óvoda építést bevállalva, és most mondok egy összeget 50 millióért, egy háromcsoportos új óvoda, még egy csak az átalakítás a nagyságrendekkel ugyanakkor a tételekkel dobálózunk, akkor valószínű, hogy egy józan ember azt mondja, hogy inkább akkor építek egy újat, és akkor az hosszú távon megfelel mindenféle elvárásnak. De hogy őszinte legyek, olyan nagyon óvoda a jelen pillanatban az egyházközség oktatási rendszeréből nem hiányzik. Ezt értse mindenki jól, tehát az oktatási rendszerből nem hiányzik, tudjuk, természetesen lenne rá igény. Éppen ezért gyakran van, hogy az ember nem a szakszerűséget és nem a adott helyzet igényeit veszi figyelembe a maga oldaláról, hanem azt az érdeklődést és azt a keresést, ami kívülről, külső forrásból származik, úgyhogy bár jelen pillanatban nem aktuális egy óvoda megalapítása, de ha úgy mérjük föl az elmúlt hetek alapján, azt gondolom, hogy
hogy jelentős érdeklődés az megmarad a továbbiakban, és akkor valószínűleg az egyházközséggel fog ezen gondolkodni, és akkor maga épít egyet, ami kiegészítheti egyébként az általános iskolai funkciót, tehát nem egy önálló óvodát, hanem az általános iskola alá betagozódva indítunk egy óvodát. De ez következő 2 év nagyságrendileg. Azt hiszem, hogy először még az egyháznak azért a pénzügyeit erre az épületre, plusz a templom felújítására is fordítania kell, hiszen beszéltünk a korábban már arról, hogy ott fűtés-korszerűsítést is terveznek. Tudunk esetleg erről már mondani valamit? Hát egyfelől az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, mert csak ezt tudom mondani. Ugyanis nagyon jó előre haladtunk ebben a dologban. Tavaly a bővítésnek a szükséges anyagi költségét és vonzatait már rendeztük. Még nem indult el a munka, de arra kaptunk ígéretet az EON-tól, KPM is kell hozzá, hogy rövid határidőn belül előre vagyunk sorolva, megtörténik a bővítés, a fejlesztés, ami a hálózat szempontjából érdekel bennünket. Mi párhuzamosan meg fogjuk csinálni a nagy templom belső részében kialakítandó kapcsolószekrényig, meg magát a kapcsolószekrény helyett. Párhuzamosan folyik ez a két dolog, és akkor azt jelenti, hogy ezt követően megvan az összes feltétel, hogy akkor a kiépítés is megtörténjen. Tehát azt mondom most jó lelkiismerettel, hogy várhatóan, ha megtörténik az EON, a KPM és a saját magunk munkálata, hogy szeptember közepétől, végétől a teljes kiépítés megtörténhet. Ez nagyságrendileg 2 hét. Tehát, hogyha jól számolom, akkor október közepén akár már egy működőképes fűtéssel tudunk a bennünket megtisztelő látogatókhoz kedvet adni, hogy eljöjjenek akár a téli hideg időben is, illetve az első nagyobb ünnepen, akár október 31-én, ami számunkra nagy ünnep, már mi egy fűtött templommal tudjuk várni a kedves gyülekezeti tagokat és érdeklődőket. Akkor erre még vissza fogunk térni, addig is jó munkát kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Szentesi Lajos főgondnok úr, épp az előbb beszéltük, hogy hány tanterem is van itt, és megbeszéltük, hogy ki járt még a másik részében, a Györfiben, hol volt a Lévi Kovács Mihály iskolának a tantermei, de hány tantermet kaptak most ebben az épületben? Ebben az épületben 8 tanterem van a diákok számára, és egy tanári szoba, valamint a külső udvarrész és a hozzátartozó blokkok. Az átvétel után felmértük azt a helyzetet, hogy mi lehetőségünk van ennyi idő alatt felújítani ezt az iskola szárnyat. Úgy döntöttünk, hogy 4 tantermet újítunk fel, ahol a diákjaink majd szeptemberből jönni fognak tanulni, valamint egy tanári szobát is. Jelenlegi felújítási munkák abból álltak, hogy a teljes villamos hálózat átnézése, újjáépítése történt meg, valamint egy belső teljes festésmázolás, valamint kapott a padló egy teljes új burkolatot, héjazatot, és szükség szerint, ahol szükséges volt, a tantermeket faburkolattal láttuk el. Jelenlegi munkák folynak, a számítógépes rendszernek a kiépítése van a tantermekben, valamint a villamos hálózatnak a végső beszerelése. Hát akkor azt hiszem, hogy itt már tényleg következő 3 hétben nagyon gyorsan folynak a munkálatok. Itt már látjuk azért, hogy fönn vannak a táblák is, tehát ez egy pont egy olyan terem. Viszont mi lesz a másik 4 teremmel, hiszen mondta, hogy most csak a felét újítják fel. Most első lépésben így tervezte a presbitérium, hogy ezt a 4 termet fogjuk felújítani. A későbbiekben, amikor időnk lesz, tehát a jövő nyáron, folytatni fogjuk a varrúti szárrésznek a folytatásával ezeket a munkálatokat. Azt hiszem, hogy a gyerekek meglepődve fognak idejönni. Tudjuk-e, hogy kik kerülnek ide, tehát hány osztály fog itt kezdeni? A Varró utca tagiskolánkban első és második osztályos gyermekek jönnek ide, akik ott végeztek, tehát a harmadik és negyedik osztályos diákok fognak majd itt elhelyezkedni. Tehát akkor alsóban ők a legnagyobbak. Úgy van, azok fognak majd jönni. Én jó munkát kívánok Önöknek, és hát azt, hogy akkor jövőre tudják a másik 4 termet is felújítani, és a gyerekek használják ezt örömmel. Mindenképpen folytatni fogjuk ezt a munkát 1 év múlva. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen megköszönöm.